Fából, lemezből és használt textilanyagból készülnek a fesztivál díszítései, valamint a padok, asztalok, színpadok. A férfiak építenek, míg a nők szépítenek. Nagy a lelkesedés, ugyanis jól haladnak a munkálatok. Önkéntesek kezei által szépül meg a hely, akik szívvel, lélekkel készülnek a programokra, illetve a zenei fesztiválra. Sokuk ebben az évben vesz részt először az eseményen. Ez az első Malom Fesztiválom, és ez az első önkéntességem is ezáltal itt. Úgy gondoltam, hogy rögtön beleugrok a mély vízbe, szóval szépítőtáborba érkeztem, azt csinálom most. Aztán az egyik tábornak a résztvevője leszek, aztán pedig ugye a fesztiválon is szeretnék részt venni. Valahogy olyan, nem akarom azt mondani, hogy intimebb, inkább barátiasabb, meg nyugodt. Így, egyelőre nyugodt, tehát egyébként maga a fesztivál is olyan, lehet mondani nyugodtnak, barátiasnak. A Malom környékén lévő nyüzsgés által a hely megszépül, illetve elkészülnek azok az elemek, amelyek a hétvégén kezdődő alkotótáborhoz szükségesek, valamint az augusztus 11-én kezdődő Malom Fesztivál működéséhez kellenek. A zenei fesztivál családi programokkal, különféle koncertekkel és egyéb színes programokkal várja a kilátogatókat. Idén sokkal több programon tudtunk dolgozni, úgyhogy több helyszínünk is lesz. Abszolút ajánlom annak, és aki már ismeri a Malmot, és úgy gondolja, hogy jól ismeri a Malmot, biztos, hogy talál mindenki újdonságot és meglepetést magának idén, úgyhogy nagyon ajánlom, hogy figyeljenek a részletekre, keressék az újdonságokat, mert rengeteg lesz. Az eseményen a programok sokasága mellett nagy hangsúlyt fektetnek a környezetvédelemre is, így arra kérik az odalátogatókat, hogy figyeljenek a szelektív hulladékgyűjtésre, valamint mindenki vigye magával műanyag poharat. A fesztiválról bővebb információ a www.malomfesztivál.com oldalon található.